így néz ki most az épülő nyírbátori bölcsőde, és így néz majd ki, ha elkészül. Ugyan már elkezdődött az építkezés, de a héten ünnepélyes keretek között lerakták az intézmény alapkövét is. Szocska Ábel, görögkatolikus megyés püspök megáldotta a bölcsődét és elmondta, a mai történelmi helyzet rámutatott arra, mennyire fontos, hogy legyenek biztos pontok az életünkben. Az épületnek a precíz és pontos megépítésén és annak a jó szakmai működtetésén túl számunkra fontosak a keresztény értékek, hogy legyen a keresztény hitünknek megfelelő intézménye, amiben ezeket az értékeket megpróbáljuk átadni gyermekeinknek, az itt munkát végzőknek és az ide betérőknek. Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár hangsúlyozta, amint egy 600 millió forintos beruházás is bizonyítja, hogy a kormány és az egyház viszonya szilárd és megingathatatlan alapokon áll. Magyarországon a szociális és gyermekvédelmi intézményekben, ahol talán a leginkább szükség van erre a közösségépítésre, ott ma az ellátásnak közel az 50%-át egyházi fenntartók, tehát egyházi intézmények, szervezetek látják el, ez 2010-ben 12% volt. Ez az erősödés azért tudott bekövetkezni, mert egyébként az egyházaknak van egy olyan természetes működése, természetes feladatvállalása, missziója, ami az ezen a területen való megjelenést jelenti. A kormány pedig ebben a helyzetben ezt segíti. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője rámutatott arra, hogy a választókerületében és az országban a rendszerváltás óta soha ennyi oktatási intézmény nem újult meg. Az elmúlt 7 esztendőben összesen 11 milliárd forint értékű fejlesztés történt az oktatási nevelési intézményrendszer területén a választókerületben. Ebből, hogy visszafelé kezdjük, vagy előrefelé, 15 bölcsőde épült és újult meg, 9 óvoda, és több mint egy tucat, 14 iskola újult meg, illetve bővült. Simon Miklós elmondta azt is, a 2011-es népszámlálási adatok szerint a nyírbátori az egyetlen olyan járás Magyarországon, ahol a görögkatolikusok vannak többségben.